Megadom a szót Novák előtt képviselőnek, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő. Tisztelt Országgyűlés, a Covid diktatúra után új apropót keres a kormány, hogy rendkívüli jogrendben korlátozások között tartsa az embereket. A háborús veszélyhelyzet kihirdetése és meghosszabbítása fegyveres készülődést is jelent, diplomáciailag is rossz üzenete van, ezért sem támogatja azt a Mi Hazánk mozgalom. Inkább például a külföldi NATO harccsoportokat beengedő kormány határozatot kellene visszavonni, mert hazánk katonai felvonulási területté tétele okoz igazi veszélyhelyzetet hazánkra nézve. A Mi Hazánk nem támogatja az új világrendet, szabadságjogaink korlátozását, az egymást váltó, de folyamatos rendkívüli jogrendeket, a Covid-diktatúrát és más Covid-típusú lezárásokat, korlátozásokat és kötelezéseket sem, mint amilyen kormányzati túlkapás volt például a munkahely elvételével való zsarolás az oltások ügyében, a pedagógusok, az egészségügyi alkalmazottak és a honvédek körében. Ha most a háborúra hivatkozással tényleg meghosszabbítják a veszélyhelyzetet 2024. május 23-áig, akkor ezzel gyakorlatilag több mint 4 évet élnénk már folyamatosan valamilyen különleges jogrendben, amiben a kormánynak olyan speciális rendeletalkotási lehetősége van, amivel egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és el is tér. A háborús veszélyhelyzet egy politikai trükk, a hatalommal való visszaélés eszköze, nem a magyar nép érdekét szolgálja, hanem például az oligarchákét. Nem a veszélyhelyzet újabb meghosszabbítására, hanem például az inflációt és annak káros hatásait kezelő kormányzati gazdaságpolitikára volna szükség. Körülbelül 3,5 éve már folyamatosan valamilyen különleges jogrend van érvényben. Ugye 2020. március 11-től veszélyhelyzet a Covid miatt, majd járványügyi készültség, aztán megint veszélyhelyzet a Covid miatt, vagy arra hivatkozva, és hát 2021. május 25-től fél évente folyamatosan hosszabbított veszélyhelyzet a háború miatt. Csak a tavalyi évben, 2022-ben 267 darab olyan kormányrendelet született, amit a veszélyhelyzetre hivatkozva alkottak meg. Ez azért brutális szám. Az összes jogszabály mintegy 20%-a visszaérés a joggal. Hiszen volna lehetőség törvények meghozatalára is, vagy módosítására is. Na persze, a rendeletalkotás gyorsabb, és hát főként kisebb a nyilvánossága, mint a szigorúbb jogalkotási eljárási szabályokhoz kötött törvényalkotás esetén. Például nincs nyilvános vita, tehát a kényes ügyeket gyorsan le lehet zavarni. 3,5 éve rendeleti kormányzás van tehát, egyre komolytalanabb indokok mentén. Mert ha valóban háborús veszély van Magyarországon, akkor például mit keresnek a magyar honvédek a világ más részein? Például Irakban, vagy ezután majd Csádban is. Hazánk számára a legfőbb biztonsági kihívást inkább Ukrajna jelenti. Ezzel kellene szembenézzen az Országgyűlés, hiszen az elmúlt évek során egyre inkább korlátozza a kárpátaljai magyar nemzetrész jogait, elnyomva és megfélemlítve a magyar közösséget. És az elmúlt néhány évben ukrán oldalról számos verbális fenyegetés is érte Magyarországot, sőt 2 évvel ezelőtt Magyarországot Ukrajna második számú ellenségeként deklarálták, és erről mintegy nem akar tudomást venni a jelenlegi kormányzat. Pedig fennáll a veszély, hogy Ukrajnának legalábbis a fennmaradása esetén a nyugat által felfegyverzett hadereje a kárpátaljai magyarságon és akár Magyarországon vesz elégtételt a háborús kudarc miatt. És eközben sajnos a magyar fegyveres erők elégtelensége könnyű célponttá teszi hazánkat. Az, amit a honvédelmi miniszter ilyenkor hangoztatni szokott, hogy most már a GDP 2%-át fordítjuk honvédelmi kiadásokra, az hát egyrészt azért valótlan, mert nem honvédelmi, hanem mondjuk Afganisztánt vagy Irakot megszálló kiadásokra költjük. Ugye csak Afganisztánra például 75 milliárd forintot költöttünk a becslések szerint, bár ezt ugye a kormányzat hivatalosan titkosítja.
Másrészt azért is elégtelen ez a 2%, mert így kellene, hogy elteljen 10 évnek, évtizedeknek ilyen költségvetéssel ahhoz, hogy ne kerüljünk például a honvédség mondjuk 2015 körüli mélypontjára. Sok évtizedes elmaradásban van a honvédség, elsősorban a balliberális kormányzatok mulasztásai miatt. Éppen ezért az, hogy most végre elértük a 2%-at, az édeskevés, évtizedeknek kellene eltelniük, és fontos volna, hogy ne idegen érdekek kiszolgálását helyezzék előtérbe a hadseregfejlesztés során sem, hanem a magyar honvédelmi, a valódi honvédelmi érdekeket. Nem kellene beleavatkoznunk, állást foglaljunk egyik háborúban sem, nem kellene kiállnunk Ukrajna területi integritása mellett. Nem kellene diplomáciailag támogatnunk Izraelt sem a palesztinok elleni háborúban. De a háborús őrület sajnos magával ragadta a magyar kormányt is. Pedig történelmi hiba provokálni az oroszokat a NATO bővítéssel, ahogy azt sajnos megszavazta Magyarország, Finnország, és előbb-utóbb meg fogja szavazni sajnos Svédország esetében is borítékolható módon, hogy nem kéne provokálni az oroszokat háborús veszélyhelyzet fenntartásával, katonai készülődéssel sem. Az új világrend kiszolgálása és a háború kiszélesítése helyett a függetlenségünk, a semlegességünk ezáltal a béke előmozdítására volna szükség a Mi Hazánk mozgalom szerint, mert mi valóban nem akarunk harmadik világháborút. Köszönöm a figyelmet!